A 6 évig tartó felújító munkálatok után újra megnyílik Berlin egyik legikonikusabb épülete, az Új Nemzeti Galéria. A tágas, letisztult üvegépületet Ludwig Mies van der Rohe tervezte. A galéria 1968-ban nyílt meg először a nagy közönség számára. 2015-ben zárták be, hogy megkezdjék a felújítást, amelyet a kortárs minimalista építészet egyik legismertebb alakja, David Chipperfield végzett. Mivel az épület a 20. századi chicagói modernizmusban gyökeredzik, ezért úgy képzelem, hogy ezt a teret a nyugati modernizmus bemutatására kell használjuk. Nem egy újabb kortárs művészeti házként, hanem ez egy olyan galéria kell, hogy legyen, ahol ugyan együtt dolgozunk a kortárs művészekkel, de mindig a modernizmushoz kapcsolódóan, mondta az Új Nemzeti Galéria igazgatója. Az átalakítás tehát inkább technikai jellegű volt, hogy az épület megfeleljen a 21. századi szabványoknak, korszerűsített biztonsági rendszerrel. A galéria otthont ad számos modernista alkotás mellett időszakos kiállításoknak is. Például az amerikai képzőművész Alexander Calder kiállítása impozáns kinetikus szobraival csak jövő februárig tart. Az Euronews tudósítója szerint a hétvégén nyitó Új Nemzeti Galéria a modernista és expresszionista kiállításaival, vagy éppen a legendás Alexander Calder tárlattal ismét a német főváros kulturális központjává fog válni. A center point in the cultural, artistic life of the German capital. Jonah Kellgren, Euronews, Berlin.